A Makói József Attila és a Miskolci Herman Ottó Múzeum együttműködésében tekinthető meg a Másvilág, a bronzkori élet rejtelmei Észak-Kelet-Magyarországon névre keresztelt régészeti kiállítás. Az intézménynek a 2018-as esztendőben ez már a második ilyen nagyszabású kezdeményezése. A tárlat gazdag leletanyaga úgy került összeállításra, hogy betekintést nyújtson a bronzkori civilizációk mindennapjaiba, építészetébe, kézművességébe, a használati tárgyak és ékszerek széles repertoárjába. Király Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos munkatársa és a kiállítás kurátora elmondta, a gyűjtemény minden részlegében fellelhető néhány különleges darab. Minden témánkban van egy-egy ilyen különleges lelet. A kiállítás maga egy viszonylag egyszerű tál típussal indul, amin a díszítés egy az egyben leképezi a településeknek a szerkezetét. Majd ahogy haladunk előre az időben, találkozhatunk egy különleges temetkezéssel, ahol az elhunyt férfi fejét egy kecske koponyájával helyettesítették, illetve a kiállításnak a legrejtelmesebb tárgya egy hatalmas bronztekercs, ami több mint 12 kg-ot nyom, és valószínűleg különleges eljárással készíthették. A József Attila Múzeum már hosszabb ideje tervezi, hogy a falai közé hozza az érdekes gyűjteményt, ám mivel ez az ország határain kívül is több helyen kiállításra került a közelmúltban, erre csak most nyílt lehetőség. Az intézmény jó kapcsolatot ápol a Miskolci Herman Ottó Múzeummal, közös projekteket is valósítottak már meg együtt, ez a mostani lehetőség is egy sikeres kooperáció eredménye. A Herman Ottó Múzeum és a József Attila Múzeum régóta szoros kapcsolatban, munkakapcsolatban, szakmai kapcsolatban áll egymással. Ugye a Herman Ottó Múzeumnak adtuk kölcsön két évre a Karlovszky Bertalan Erzsébet királynő című festményünket, tehát ott vendégszerepelt, és hát az ottani múzeumban dolgozó restaurátorok hozták rendbe ezt a festményt. Emiatt is Csoma József miatt is csomó kiállítás volt Miskolcon is, nálunk is, úgyhogy több minden összeköt bennünket, nagyon szoros kapcsolatot folytatunk az ottani munkatársakkal, néprajzosokkal, történészekkel, képzőművészekkel. Én azt gondolom, hogy ha távol is vagyunk egymástól, nagyon sokat tudunk egymásról. A múzeum dolgozói minden követ megmozgattak, hogy a gyerekek figyelmét is megragadják, ezért a látogatás élményét minél több interaktív tevékenységgel próbálták színesebbé tenni. A kicsik kiélhették kreativitásukat festés vagy éppen nyomdázás közben, de saját ékszereket is készíthettek maguknak, amikben szintén sokan bizonyultak tehetségesnek. A legnagyobb sikert azonban mégis a régészeti homokozó aratta, ahol különböző csontokat és tárgyakat hozhattak felszínre azok, akik beleszerettek volna kóstolni az archeológusok munkájába. A megnyitón részt vett a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási Tagintézményének több tanulója is, akik szívesen meséltek az itt szerzett élményekről. Lehet kis fanálszerűséggel a homokból egy csontvázat keresni, meg edénydarabokat, meg gyűrűket keresni. Nekem a csontvázak azok tetszenek, meg a cserépdarabok is nagyon tetszettek. Ide nagyon tetszik, volt cserép, gyűrűt láttunk, nagyon régi kardokat is láttunk, akkor kisebb ilyen faragott állatokat. Nálunk volt két utcával arrébb, ott is régészkedtek, és ott is segítettünk a régészeknek. A gyűjteményt az elkövetkező hetekben számos gyerekcsoport látogatja majd meg, ahol tárlatvezetés keretein belül ismerhetik meg a bronzkor rejtelmeit, de hétköznapokon bárki igényelhet szakszerű körbevezetést. A kiállítás április 22-ig lesz megtekinthető a József Attila Múzeum földszinti kiállítótermében.